A nehézségek ellenére 2021-ben 194 új szövetkezet alakult az országban. A Falufejlesztési Minisztérium az 500 faluba 500 szövetkezetet projektum során 2 milliárd 200 millió dinárral támogatta a frissen alakult, illetve a már működő szövetkezeteket. 210 szövetkezet részesült a támogatásokban, közülük 60 vajdasági volt. A szövetkezetek további fejlődéséhez azonban újabb forrásokra lenne szükség. A szövetkezetek számára elérhető köztársasági és tartományi pályázatokon jóval nagyobb az igényelt összeg, mint amennyi a rendelkezésre áll. Nagyobb figyelmet kellene fordítani a szövetkezetek támogatására, hiszen azok a legális szférában dolgoznak, adót fizetnek. Ezen kívül hozzájárulnak a szövetkezeti tagok és a falvak gazdasági fenntarthatóságához. Az utóbbi években sikerült helyreállítanunk a szövetkezetekbe vetett bizalmat. Ezer új szövetkezetet alapítottunk, miközben korábban évente száz szövetkezet szűnt meg. Jelentős számú szövetkezettel rendelkezünk, és a 2022-es év sorsdöntő lesz abból a szempontból, hogy a mennyiségiből minőségi fejlődésre váltsunk át, szakosított szövetkezeteket létesítsünk, és másodlagos szövetkezeteket hozzunk létre. A tanácskozáson elhangzott, hogy a támogatások mellett rugalmasabb adópolitikára is szükség lenne. A támogatásokat pedig képzésekkel kellene egybekötni, ami szavatolná a pénzek sikeres felhasználását.